Az Ukrajnszka Pravda hírportál arról ír, hogy az orosz hadsereg amerikai Starlink műholdakat használ fel a dél-kelet-ukrajnai hadműveletek során, például a Donetsk megyei Vuhledár városának elfoglalásában is jelentős szerepük volt. Az elemzés szerint a Starlinkeknek köszönhetően az oroszok élőképpen rendelkeznek a frontvonalról, illetve pontos csapásokat tudnak végrehajtani az ukrán állások ellen. A kievi sajtó szerint a Starlinkek a nemzetközi szankciókat megkerülve a fekete piacon és közvetítőkön keresztül jutnak el Oroszországba. Kiev bizalmatlansága az elmúlt időszakban Elon musk a SpaceX vezérigazgatójával felerősödött. A fegyveres erők azzal vádolták Muskot, hogy nem tesz eleget a starlink való visszaélés megakadályozásáért, és megkérdőjelezték a segítő szándékát. Mint ismeretes, a SpaceX kezdetben ingyenes Starlink kapcsolatot biztosított Ukrajnának Oroszország 2022-es inváziója után, de később a magas költségek miatt a szolgáltatások leállításával fenyegetett, végül 14 millió dollár emlázott a Pentagonnak hat hónapnyi szolgáltatásért.